Egy videós legjobban a feliratkozásra tudtok támogatni, ezért kérlek ne felejtsétek el azt az egy kattintást. Köszönöm. Sziasztok, Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV következő része, és a mai nap a Dungeons 2-vel fogunk játszani, méghozzá olyan apropóból, hogy egy-két héttel ezelőtt a Humble Store-ban ezt teljesen ingyenesen lehetett beszerezni ezt a játékot. És hát be is szereztem igazából. Ugye nagyjából azt kell tudni róla, hogy ez próbálja azokat a régi hagyományokat fölébreszteni, amit annó a Dungeon Keeper kezdett el. Ugye ez mit is jelent? Kb. Két dolgot. Az egyik az, hogy itt, illetve ez a játék azon kevés játék közé tartozik, amikor nem a jókkal vagy, hanem a gonoszokkal. A sötétben, barlangokban megbúvó ősgonosz lényekkel. Akik ért, aztán a környék hercegségei, kalandozói folyamatosan fognak jönni, és próbálják megpumizni. De nekünk az a feladatunk, hogy ezt ne engedjük. Megmondom őszintén, kezdtem már tegnap este egy játékot ezzel kapcsolatban, és hát csúnyán benéztem. A leggyengébb fokozaton vagyok, és illetve a leggyengébb fokozatra állítottam. És így is elképesztő mód kicsináltak. Isten igazából. Az építkezés úgy működik, hogy itt vannak a szobák, és itt vannak a gyártósorok, itt vannak az ajtók, csapdák, és ezzel lehet tölteni. A szobába, az első, amit felépítettem, ez egy treasure room, ami az itt bányászott aranyat ide, ebbe a szobába rakják le. Ez ugye azért elképesztően fontos egyébként, 3200 gold lehet nálunk maximum, és most 2500 van, mert csinálunk egy hospitált is, egy kórházat, szerintem azt ide fogjuk megcsinálni majd. Azért elképesztően fontos, mert hónapról hónapra a lényeinknek fizetést kell adni. Tehát amit mi itt fogunk és ennél a gombnál fölbérelünk egy lényt, akkor az bizony hónapról hónapra nem egyszer kell elköltenünk azt a goldot rá, hanem mindig oda mennek és fogják és elveszik azt a goldot, ami nekik jár. Mint látjátok, ez egy barlangba játszódik az egész történet, és ezek az alapegységeink, mindjárt mutatok egyet, így fölvesszük. Ezek az alapegységeink, ezek a goblinok, ezek a kis ásó szolgáink igazából, amiket hogyha mondjuk adunk nekik így egy pofont, így, akkor így gyorsabb munkára tudjuk őket ösztökélni. Egyébként mindegyiknek adok egyet-egyet. És akkor így talán gyorsabb lesz. Gyártok egy kórházat is, mert aha, itt nem lehet dolgokat csinálni. Tehát ezt egy kicsit kell bővítenem. Csinálok ide ágyakat. Ugye bele kell kattintani a... az épületbe, vagy hát ez a területre, és akkor tudunk ágyat csinálni. Most csináltam 3 darab ágyat. Még aranyat bányásznak az emberkéim. Lassan elkezdenek, ugye itt van, tehát a jobb oldali kis mini térkép az a lenti világnak a térképét jelöli. Itt a bejárat a fönti világba. A bal oldali pedig a fönti világnak a térképét jelöli. Ugye nekünk az a feladatunk, hogy itt meghódítsunk mindent fönt és lentről indulunk. Na nézzük, 30 emberünk lehet és csak 4 van, úgyhogy el kell kezdeni valamilyen formában ezt gyártani. A következő ember, amit legyártottam, az egy ork. Látjátok, ott van. Hoppá, most megütöttem, de nem akartam. Így néz ki ez az ork. Megrángatjuk picit. Így. Így. Ennek két jó tulajdonsága van, ez egy erős, mondjuk egy közepesen erős mili, tehát harcos. Egy közepesen erős közelharci harcos. Illetve van egy olyan tulajdonsága, hogy ezt meg tudja erősíteni a falakat körbe. Ez azért nagyon fontos, mert látjátok, itt mondjuk erősített falak vannak, itt meg nem erősített falak vannak. És ahol erősített falak vannak, ott nem tudnak betörni, ahol nem erősített falak vannak, ott bizony be tudnak törni oldalról is. Itt a
Barlangba egyébként rengeteg minden rejtőzik, különböző szörnyek, meg nem tudom még, ezek ellen, és a föntről betörő különböző kalandozók ellen is meg kell védenünk a bázisunkat. Jó. Ja, ez egy ilyen érctellér, amit nem tudunk most kibányászni, de kell nekünk csinálni egy sörfőzőt is. Azt szerintem ide fogjuk megoldani. És egy darab készüléket le is rakunk oda. Közben bányász, most hát fölfogadunk még két egységet, egy orkot és egy ilyen goblint. Mert az egyik goblin sütögeti vagy főzögeti is a sört. Itt jobb felül lehet látni a sörnek vagy az értékét, hogy hány mennyi sörünk van. Bal felül lehet az aranyat látni, mellette egy monát, amit szerintem, még odáig nem jutottam el egyszer sem, de innen lehet kibányászni. Majd valamelyik egység ki fogja tudni. Illetve van egy toolbox, amit a goblinok gyártanak, azt is mindjárt megmutatom egyébként. Amik... itt van, hol van? Itt van. Ez az a szoba, és akkor ide kell lerakni ezt a akármit. Hoppá. Akkor már tudunk goblint csinálni, és akkor a goblin ebben a gépben, ugye most payday van, tehát fizetésnap, mennek ilyenkor az embereink, felszedik a kis lecsójukat, éppen amennyit ki mit gondol. Hogy ki mennyibe kerül. Hogyha ráviszük az egeret, akkor láthatjuk, hogy minden egyes PD-nél 170 arany megy el. Ezt az arany ércet itt azért még kibányásszuk. Hogy legyen mindenféleképpen. Mondjuk ugye mivel itt van egy ilyen fix vagy erősebb arany rög, ez érdemesebb lett volna mondjuk a treasury-t ide rakni köré, de most ez nem feltétlen jött össze. Na, viszont már van egy darab toolboxunk, ami kb. Azt jelenti, hogy ja, ezek 2 meg 3 kell hozzá. Ja, azt már hallottuk, hogy betörtek ellenségek a bázisba, itt jönnek bizony. Itt fölül ki tudjuk választani az egységeinket. És szépen ide lepattintunk mindenkit. Egyet ide hátra, mert itt van egy gyógyítójuk hátul, és azt is szét kellene először ölni. A lényeink egyébként XP-t kapnak a harcért, meg mindenért, úgyhogy... úgyhogy folyamatosan fejlődnek, és hogyha mondjuk megnézem ezt az egységet, amit most fölvettük, akkor lehet látni, hogy a... Várjál csak mondjuk így. Lehet látni, hogy bal oldalon a harci cuccok hogy fejlődnek, jobb oldalon pedig az épület, tehát a gyártási cuccok hogy fejlődnek. Lehet látni, mennyibe kerül, mennyire szomjas, ugye itt a szomjasság miatt kellett a sört csinálni. És úgy látom, hogy le is sikerült gyártani 2 toolboxot, amivel viszont mi le tudunk gyártani most már csapdákat. Egy robbanó csapdát ide rakok. Elvileg valami majd oda megy is fölépíti ezt a robbanó csapdát. Meglátjuk. És még mindig van egy rakat fölösleges... population pontom, viszont nem szabad azért túl gyorsan. Aha, itt jön, és már le is elkezdte is szerelni a csapdát. Igazából remélem, hogy ez megállítja, vagy legalábbis valamennyire lassítja legközelebb az egységeket. Ugye, itt van az arany, ezt szépen elkezdjük bányászni, illetve folyamatosan bányásszuk, mert azért mégiscsak ez nagyon, ez egy fontos dolog. Hogyha elfogy az aranyunk, akkor probléma van, mert akkor az embereink fogják, és egész egyszerűen hazamennek, és nem fogunk tudni velük mit kezdeni. Tehát úgy értem, hogy itt fogunk állni, lejön az ellenség, és csúnyán meg rak minket. Ez 2 popul is kerül. Rengeteg aranyba. Egyelőre 4 meg 3, hát mondjuk 5. Jó, 5 ork szerintem az, amelyik... az, amelyeket egyelőre fönn tudjuk tartani. És hogy állnak itt az embereink?
Aha, mind max életen, mind max életen. Jó, gondolom a kórházba befeküdtek, ezt nem láttam. Egyébként a játék humora az kiváló, tehát hogy így... Ez most miért kiabál? Mivel kiabál? Jó, menj innen dolgozni. Úgy szépen hát az embereink dolgozgatnak, bányásszák az aranyat, erősítik a falakat. És mi vagyunk a sötétben megbúvó gonosz. Azt kéne megtudni, hogy ezt hogyan kell kitermelni. Kristály chamber. Jó, akkor gyártunk egy ilyen... Kell. Lehet, hogy ez alá kell rakni? Ez fogja gyártani nekünk a manát? Olyan? Várj, ezt egy kicsit élesítem. Megnézzük, hogy mi történik ezzel a kristály, mert valami történt, ugye ez könnyen látható. Úristen, patkányokra találtunk. De szerencsére itt voltak az orkok. Az mi az a könyv ott? Azt mindjárt fel akarom venni. Az így áldjon meg, hogy mindenkinek itt kell közlekedni most. Menj arrébb. HP plusz 25. Hogyan tudom használni, vagy mi ez? Na mindegy, ezt majd megnézzük. Egyelőre ide lerakom. És elveszett. Ja nem, ott van. Bebújta izé mögé. Na nézzük, hogyan is működik ez, hogyan is működik ez. Gyártsunk manát. És create a horde, panic red crate for the horde, lightning bolt, hát mondjuk akkor a lightning boltot kell fejleszteni talán. Valamilyen egységet ide szerintem be kell rakni. Lehet, hogy most már tudok gyártani mást is. Igen! És nagát. Ott a naga. Azt, ha megjött és fel is veszi a lecsót. Rögtön. Így kezdjük. Na, gyere csak fiam. Ide pattinj, pattanj be. Szépen. Csinálj valamit. Mondjuk egy... Igen, itt már dolgozik is. Nagyon jó. És manát gyárt. Vagy gyártson? Nem. Egyelőre manát gyárt. Aha, már növekszik is a manánk. Nagyon jó, akkor ezt is megértük. És egy rakat dobozt fogtak és legyártottak. Nem, hogy akkor ide megpróbálunk csapdákat lerakni. Úgy. Jó, akkor ide fogunk, tudunk már. Ide rakjuk ezt le. És akkor szépen a bejövő emberektől most valamennyire védve vagyunk. 22 per 30 a populationünk, ami azt hiszem, hogy nem feltétlenül rossz. 4200 aranyunk van, ez sem problémás. Hát kezdjünk el ásni akkor. Szerintem. Így. És kezdjük el felfedezni itt a területet. Meglátjuk, mi a helyzet. Úgy, hát, mi ez mit jelent? Nincs sörünk, és ez bizony orvosolni kell. Kibővítjük a sörfőzőnek a helyét. Mert különben akkor így ordítozni fognak az emberek, és így idegesek lesznek, és nem lesznek boldogok, és akkor nagyon nem lesz jó. Jó, ajtók. Itt szépen lerakunk egy ajtót. És vigyázzunk, hogy ezt itt majd ne törjük át, úgy látom. Ez mi az ott, az a golyó? Ez a mana. Hm.
Jó, nézzük csak meg, hogy mi a helyzet. Akkor tudunk esetleg már... Uha! Felfedeztünk egy... egy pók... pók barlangot, ahol pókok élnek, és ez most nagyon nagy probléma, de... semmi gond, ide szépen lepattintom az egységeimet, az embereimet. Mindjárt szétcsapkodják őket. Meg... elájult a kígyóm, vagy hát a varázslóm. Ez nagyon-nagyon-nagyon rossz dolog. Remélem, hogy ezt... nem ezt... fölvesszük. Bevisszük a kórházba. Úgyis most gyógyul. Elképesztően jók vagyunk. Jó, ezt is kivesszük, mert ennek is kevés az élete, ezt is berakjuk kórházba. Öljétek már meg! Mindjárt. Jó, megölték. Nagyon jó. Az aranyakat fölvesszük a földre. Bedobjuk a kincses kamrába. Nézzük csak, hogy birkóznak meg itt a... Na! Nem... Jaj, ez fölrobbant már! Ja, ezt be kell zárni, hé! Ajajajajajaj! Hát ezt megint benéztem, lehet. Na, itt van lightning bolt. Csapjuk a lightning boltot. Úgy. Na, rakd ezt le. Spiders have spread throughout the underground. És megint rátaláltunk valamilyen... Jajajajajajaj. Itt közben rátaláltunk egy... megint egy barlangra. Hát ez csúnyán be fogjuk nézni egyébként, szerintem. Ja nem! Nem, visszavertük őket! Elképesztően nagy játékosok vagyunk. Traps. Jó, rakunk ilyen robbanókat. Ezerrel. Rakjuk a toolboxokat. Nagyon jó! Aha, és akkor ezzel a jobb felsővel lehet odahívni az embereket, hogyha baj van. De most ezt ne hívjuk oda. Menjünk kórházba, gyógyuljunk föl, srácok. Dolgokat csináljunk. Ja, igen, és megnézzük, hogy itt mit tudunk fejleszteni. Payday. Gyorsabb gyógyulást, ez föl van fejlesztve. Notanok toolbox, értem. Production. Ez egy ilyen Resurrection Center szerintem, tehát ez a goblin ház. Toolboxokat kell csinálni, aha, de hát nincsenek meg a toolboxok. Hát akkor fiú. Gyártsál, akkor ilyen dobozokat, amiből majd aztán gyártunk dolgokat. És a következő pedig az lesz, hogy ide még lerakunk egy treasure-t. Akkor nem kell elrohangálni a embereinek. Mondjuk elég nagy káosz van egyébként most így a... így a barlangba. De hát Istenem. Ilyen, ezt bezárjuk ezt az ajtót. Hogy onnan most nem tudnak jönni. Körünk megint nincsen, ezt elfelejtettem. Itt egy kicsit megpumizzuk. Aha, és itt vannak ezek a fránya.
fránya pókok, remélem, illetve hála istennek nem jöttek onnan még ki. Megvárjuk, míg ezek itt éppen föl. Fölerősödnek, és ide lepattintjuk. Úgy, be is menj le, ó. Akkor itt csináljuk, kicsináljuk ezeket a pókokat. Aha, ez halt meg? Nem ez halt meg. Ja, de ez halt meg. Már dobjuk is be a kórházba, úgy. Na, dögöljetek már meg úgy, és akkor a másik embert, illetve orkot, aki meghalt, azt is bedobjuk a kórházba. Jó, lehet, hogy ki kéne bővítenem a kórházat egyébként. Ennek itt lesz a helye. Kibővített kórháznak. Így. Jó, ezt a fajta követ nem lehet kibányászni. És van egy rakat toolboxom, tehát elvileg tudok fejleszteni dolgokat, mondjuk. Mondjuk. Kifejlesszük. Nem is ezt fejlesszük ki, hanem valamilyen gyártást. Jó, akkor kifejlesztünk egy ilyet, ami gyakorlatilag ennek a területnek a fejlesztését fog jelenteni. Tehát a fejlesztő területet fejlesszük most jelen pillanatban. Jó, itt lett egy elég nagy helyünk, ide pedig szépen rakunk akkor egy nagyobb kórházat. Nagyobb kórházba pedig több ágyat pakolni. Egy kis mukiaink, akik itt értünk küzdenek, ne halljanak meg, és ez nem a jóságunk miatt van, hanem azért, mert fejlődnek. Tehát, valaki megnézi, igen, és... Igen, és közben egyébként ki kellene bővíteni a sörfőzőt is. Tehát ott tartottam, hogy azért nagyon jó, hogyha nem halnak meg, mert látjátok, ez már második szintű harcos, tehát itt a legalsó az a Sidok nevű ork. Ez második szintű harcos és második szintű építő. Na most, hogyha jön valami bimbo arcú és beleköp a mi levesünkbe, akkor elég bután fog kinézni egyébként, hogy mi az egyik legjobb egységünk meghal. Aha, te feküdj szépen be a kórházba egy picit. Nézzük csak meg. Az egy kicsit, amit beraktam a kórházban. Jó, ezek jók. Ennek aludni. Hol alszanak? Gyere, kíváncsi lennék, hol alszanak egyébként. Na nézzük akkor, tovább bővítjük itt a sörfőző részt. Építjük bele egyet. Egyet biztos, hát még lehet, hogy még egyet is megold. Szerintem, hogyha ezt a sort lebontjuk itt, akkor pont be fog férni még egy sörfőző készülék oda. Megmondom őszintén, nagyon jól visszaadja egyébként a hangulatát ennek a régi... Huha! Na, hát itt... Ide valamilyen extra dolgot kell beraknom. Puff. Nagyon jó. Úgy. Villámokat szórunk az ellenfélre. Elhasználjuk a manánkat. Még egy villámot. Úgy. Na gyere!
Megint szétverték ezt a szerencsénélkül ízét. Jó, hát ennek reszeltek. Ennek a behatolónak reszeltek. Most... kicsit megváltoztatjuk a dolgokat. Alapvetően azt csináljuk... itt nem. De... ide le fogok rakni egy másik fajta csapdát, illetve az ajtót vissza kell raknom. Ajtót hogy rakjuk le? Ja, itt van. Úgy. Tökéletes. Tökéletes. Itt úgy látom a sörfőző is. Ki tudott egészülni, mindjárt megnézem, hogy tudok oda. Igen, tudok oda még egyet csinálni. Gyártok még ilyen szolgát. Még egyet, most már 90. Ez azt jelenti egyébként, hogy... kezd egész jól fölállni itt a gazdaság. Aha, sörből kevés van, azt látom, de most már ennek is mennie kell folyamatosan, úgyhogy... úgy jó. Na nézzük, merre fogunk tudni tovább fejlődni, ugye... Chaos Forge. Gondolom itt lehet majd dolgokat, harci dolgokat fejleszteni. Ezt nem lehet kiásni. Francba. Na. Na, mi történt veled, Pista? Panic retreat. Hát, nézzük meg a lightingból. Target not valid. Jó, mister. Úgy, azt agyon csaptuk. Agyon csaptuk. Jó, ezeket elintézik már. De igazából... gond, viszont szerintem most már tudok egy újfajta egységet csinálni. Nem tudok, mert elértem a population cap-et. Ez egyetlen dolog, amit még igazából elképzelésem sincs, hogy hogyan kell fejleszteni a population cap-et. Ide egy guard roomot biztos, hogy rakok. Így. Szerintem ez elég nagy lesz. És... igen, ez megvan. Na jó, akkor nézzük a fejlesztéseket először is. Mit lehet fejleszteni? Ez 200 manába kerül egy ilyennek a kifejlesztése. Jó, akkor még gyűjtenünk kell. Bőven. Dolgokat. Miket lehet fejleszteni? Ajtókat, production facility-t, szobákat. Akkor a guard roomot pedig itt erősítjük. Berakunk egy őrnek egy orkot. Azt hiszem ezzel gyakorlatilag meg tudjuk azt oldani, hogy meglepetésszerűen ne támadjanak meg minket, illetve automatikusan hívni fogják az erősítést. Ezeket a aranyat itt kibányásszuk. Bőven, erősen. Mivel az orkok az erősségünk, ezért őket fogjuk fejleszteni, és ilyen az aranyunk elkezd fogyni. Baloldal fönt lehet látni, úgyhogy kijelöltem néhány tellért. Hogy ezt kezdjék el nagyon gyorsan megoldani. Talán... nagyon sajnálom, hogy nincs izé.
Vagy legalábbis én eddig nem találtam semmi olyasmit, amivel lehet az egységeket. Ugye a Dungeon Keeper volt olyan szoba, gyakorló szoba, ahol elkezdtek szintet lépni az egységek, itt ilyet nem találtam. Itt csak meg, hogy állunk. Építettem gyakorlatilag innen mindent, mindent, innen mindent. Mindig nincs elég sör. De kell, hogy legyen elég sör. Két. Bá. Elmentettük, és PD-be. Mert még van, kell, hogy legyen elég sör. Van 5 sörünk, úgyhogy lehet iszogatni simán. Azt nem tudom. Vagy most merre. Evilness. 2000 ördögséget kell összegyűjtenem, de nem tudom, hogy mit jelent az, hogy... Aha, hogy ez a... Tehát, hogyha mondjuk én itt ütögetek, akkor ez nő? Nem. Föl kell áldoznom embereket? Nézd csak! Ó. Éppen ő jött erre, és hát nem. Akkor viszont... Azt csináljuk, hogy megpróbálunk fölmenni. Megpróbálunk fölmenni és megtámadni fönt a mindenféle dolgot. Osztogatunk egy kicsit. Lehet, hogy ez segít az Evilness-en. Uha, pont most jönnek. Úgyhogy, fiúk, gyertek csak ide vissza. Gyertek vissza. Oh, fucking, na mindegy. Mikor egyenként itt lépnek be, úgy csapkodjuk őket le, tehát nem feltétlenül rossz taktika ez egyébként. Ne. Hát, hogyha már ekkora királyok vagytok, hogy megöltétek ezeket. Akkor menjünk már föl. Nem? Vagy nem? Vagy lehet fölmenni. Jó, menjetek akkor gyógyulni, és addig kitálom, hogy lehet fölmenni. Mondjuk veled fogunk kitalálni, hogy lehet fölmenni. Nézzük. Lehet, hogy itt valami varázslatot kell hozzá fejleszteni. Spells. Mondjuk legyen akkor ez, az agymosás. És hát gondolom akkor ez itt majd meg fogja oldani a problémát. Jó, ezek meg itt, hát itt ki fog világosodni, hogy kifejlesztették az új varázslatot. De hátra rakom, hogy ezt a varázslót itt ölje, mert úgy lesz ez csak jó. Tökéletes. De mindig nem tudunk fölmenni, és ráadásul mindig nem tudom, hogy mi a helyzet ez. Kell ide belerakni.
egy orkot? Próbáljunk meg egy orkot belerak. Nem lehet orkot berakni. Hm. Ja, de szerintem trollt kell oda berakni, csak túl sokan vagyunk. Valószínűleg és a trollnak 3 population pont kell. Ami azt jelenti, hogy most még van nekünk 29/30. Dobjunk el, hát eldobunk egy goblint. Valami gyengébbet. Meg egy... Yes, goblin, ezt nem dobjuk még el. Meg egy ilyet. Egy ilyen kicsi. Vedd föl. Meg egy ilyet beledobunk oda a kútba, és akkor elvileg egy troll tudunk csinálni. Nagyon jó. Hát nem nagyon jó, úgy. Ezek után... Jaha, egy weapont. Na, ezt kifejlesszük, ez egy gyors szintlépést. Ez mindig jó először kifejleszni szerintem. Nem tudom, hogy ez most mennyire fog itt használni, de most előre jó. Meg lassan megint elérünk valamilyen szintű fejlesztéshez. Új ajtót fejleszünk, hát most ez én nem... Pressure roomon ki van ürülve, azt nem kell fejleszteni. Ja, ezek már ki vannak fejlesztve. Mondjuk... Pajzs nem lenne feltétlen rossz egyébként. Ajtót fölösleges, már abból beszéltünk. Hát ezt a... Több csört, hordót tudok eltárolni. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz fontos, vagy mennyire nem. Hát meg lehet, hogy akkor ezt a gyorsabb, ezt ki van fejlesztve. Ez. Éppen lassan csinálják. Mindenki dolgozgat. Hogy állunk ezzel? Ah, itt jönnek. Miért nem tudok ide kimenni? Nagyon lefolyott az aranyom, ezt orvosolni kell mindenképpen. Ezt kiásatom. Bimbókkal. Itt volt, aha, ezt teljesen kiszedték az itt lévő arany állandó aranybányát, illetve hát félig állandó aranybányát, ezért kezd el most ilyen problémám lenni ezzel. Van már megint. Nézzük csak meg. Ja, ez arra való, hogyha valaki nem kap fizetést, akkor elfelejtse, hogy nem kapott fizetést. Most van egy rakat. Van ám. Úgyhogy ezt nem fogjuk csinálni. Uha, itt most kezd ez viszont már kezd probléma lenni egyébként. Uha, itt kinyírtak egy rakat izét.
Your throne room is under attack. Huha, huha, huha. Jaj, 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 jaj. Na, gyerünk. De miért, miért nullát sebez ez a szutyok? Azért. Szegény kis egységeim. Unyán megjárták. A trollom hol van? Fekszik a földön. Hát ezt lehet, hogy benéztem megint. Egyébként itt valami védelem van mági ellen rajtuk. Ne. Elvesztettem a játékot. Hát ez nagyon szomorú. Minden esetre... Minden esetre... Hát nem is tudom, mit mondjam. Hát meg kell tanulnom még, hogyan kell fejleszteni a dolgokat, és mit kell fejleszteni. Ugye ez a második játékom volt vele, az elsőben kb. 10 perc alatt kikaptam, itt úgy látszik, hogy 40 perc volt az a határ. De szerintem ezzel még fogok játszani, és fogunk együtt még nézni ilyen videót. Illetve hát én csinálni, ti nézni remélhetőleg ezt a videót. Minden esetre most egyelőre köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy végignéztetek. Ha tetszett, iratkozzatok föl, lájkoljátok, kommenteljetek. Írjátok le, hogy mennyire béna voltam, és hogy horrontottam el. Köszönöm szépen, sziasztok!